Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelecmi műsorunkkal, amelyben még megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Jászberényben szerezték meg első bajnoki győzelmüket a kékcápák. 71 egyesület ökölvívó indultak a nyíregyházi korosztályos OB-n. Jakab Máté is tagja a New Zealand Breakers szakmai stábjának. Az atlétikával ismerkedtek a nyíregyházi gyerekek az Európai Sporthéten. Az Ajka elleni hazai vereséggel kezdte a szezont az NKS. Megszerezte első győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az NB1B piros csoportjának második fordulójában Jászberényben nyertek 89-65-re. Lényegi dolgokon nem változtatunk, inkább sokkal inkább az, hogy a folyamatos gyakorlás beérett egy része, és azért sok pszichikai gát is átszakadt, tudnék mondani még egy fordulópontot a mérkőzésen 16-17. Percben, mert az első felében kicsit görcsösen, mindenki nagyon akart, amivel nem volt gond Budafokon se, csak mire ez összeállt, és jött néhány könnyed, szép megoldás, addigra eltelt az a 15-17 perc, és egy mínusz 8-ból 2 perc alatt csináltunk plusz 7-et. Volt 2-3 jó védekezés, volt 2-3 jó támadás, és akkor szerintem a fejekben úgy átszakadt valami, és ez megmaradt a második félidőre is. Ti megleptétek-e valamivel a Jászberényt, és a Jászberény meglepetett titeket valamivel? Azt gondolom, hogy nekünk talán sikerült meglepni kicsit őket. Néhány olyan felállt játékukra fölkészültünk nagyon jól, és a srácok nagyon észnél voltak, aminek a időzítését, ritmusát sikerült megszakítani, hogy nem engedtünk bizonyos befutást, elzárást megadni abban a szögben, ahogy ők akarták. Illetve az első meccsükhöz képest mi sokkal jobban visszahelyezkedtünk. Az első meccsen, amit láttam a TF ellen, nagyon sok gyors indítást tudtak végrehajtani, könnyű góllal, könnyű első szándékra, a kiosztással. Ezeket mi rendre szépen visszaértünk és visszazártunk. Azt nagyon fegyelmezetten végrehajtottuk. Hogy ez meglepetés volt-e nekik, abban nem vagyok biztos, mert azért az Artur biztos, hogy jól felkészítette őket. Annyi meglepetés talán ért a meccs elején, hogy a kezdőbe két fiatalt rakott, de ezt meg megint Artúrt ismerem annyira, hogy szereti azt az alaphangot megpróbálni, megadni, hogy mondjuk egy boldog védőt rárak az ellenfél legjobbjára, megpróbált minket kizökkenteni azzal, hogy a Busimára rárakott egy fiatalt, és ő pörgött rajta. Nem mondom, hogy erre külön készültünk, de nagyon jól reagáltunk rá, és három labda kezelő az elején teljesen jól megoldotta ezt a feladatot is. A felkészülési időszakot is beleértve, ez volt a csapat első győzelme, nagyon kellett már? Hú, nagyon, az biztos. Ez ugyanaz, amit mondok, hogy átszakadt egy gát. Ez egy olyan pszichikai plusz, hogy ebből egész más építkezni. Például fogunk ma videózni a saját meccsünkből, teli volt hibával, így is, de egész más alaphangja van annak, hogy nézd csak, ezt csináld jobban, nézd csak, ezt itt nem megfelelő ritmusba csináltad. A játékosnak is más érzés, hogy ó, persze, oké, tudom, megpróbálom, és egész más úgy készülni, hogy egy győzelmet elemzel, mint bármilyen vereség. Következik az első hazai mérkőzés a Salgótarján ellen. Papíron, ha lehet azt mondom, hogy talán egy picit gyengébb az ellenfél, mint az eddigiek. Milyen meccsre számítasz így az első győzelem után? Salgótarján most talán elvesztette 2-3 olyan rutinos játékost, aki meghatározó volt náluk. Ők is építkeznek. Eredmények alapján valóban nem sikerült jól az első két forduló. Ez biztos, hogy arra ösztökéli őket, hogy mindent beletegyenek. Úgy készülünk, mint máskor, vasárnapi hazai meccs lesz. Lesz nekünk egy Hepkupa fordulónk előtte pénteken, de nem változtat igazából az edzésrendem, mert az gyakorlatilag hívjuk úgy, hogy a edzés időpontban csak utazunk egy rövidet Debrecenbe, és lejátszuk azt a meccset, próbálom hosszú rotációval, és legjobb tudásunk szerint fölkészülünk a vasárnapira. Nyíregyházán rendezték meg az ökölvívók junior és ifjúsági országos bajnokságát. A Continental Arénában 71 egyesület 351 versenyzője lépett szorítóba.
A szövetség elnökeként az elejétől végig kíséri a nyíregyházi ifjúság és junior bajnokságot. Milyen benyomásokat szerzett a 4 nap alatt? Szerencsére nagyon jókat, hiszen a rendezvény megszervezése, a rendezvény lokációja, a mérkőzéseknek a minőség az kiemelkedő. Úgy gondolom, hogy Nyíregyházára kell hozni minél több olyan nemzetközi mérkőzést és versenyt, ami az ökölvívást tudja úgymond promotálni. Ez a két korosztály meg közvetlenül a felnőtt kor alatt van. Mennyire erős ebben a két korosztályban a magyar ökölvívás? Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon erősek vagyunk. Utánpótlás csapataink az Európa-bajnokságon ebben az évben 17 érmet szereztek, több Európa-bajnokunk is van. Most majd mögöttem a ringbe lép majd Olá Levente, aki junior Európa-bajnok volt, Nyereborg Krisztián, aki szintén junior Európa-bajnok volt, és majd Gémes Levente, aki az IFIK között volt, világbajnoki ezüstérmes. Sok klub versenyzőit látjuk itt, de van-e elég klub, le van-e fedve az egész ország az ökölvívás tekintetében? Úgy gondolom, hogy igen. 300 versenyző indult, ami kiemelkedő, és szerencsére a helyszín és a szervezés az meg tudott birkózni ezzel a feladattal, és egy nagyon jó rendezvény tudott kerekedni. Az ökölvívás is olimpiacentrikus sportág, már vannak párgyi részvevőink, az egyik a nyíregyházi Kovács Rihád, csatlakozhattak még hozzájuk, van-e még esélye arra, hogy többen legyenek Párizsban? Igen, a Ricsi kivívta a kvalifikációt, ő tényleg az az ember, aki már régóta megérdemelte, előző olimpián ott sajnos bizonyos okok miatt a szövetség nem tartott rá, vagy nem vette figyelembe őt, de most lehetőség van neki adva, és látszik is, hogy él a lehetőséggel. Viszont a jövőben lesz még két világkvalifikációk, ami nagyon nehéz lesz, de úgy gondolom, hogy még több kvótát tudunk szerezni. Elnökként a széljeit tekintve, mik a rövid távú tervek és mik a hosszabb távú tervek? Rövid távon természetesen az olimpia, először a kvalifikáció, utána az olimpián való jó szereplés, hosszú távon pedig egy olyan rendszert kívánok, integrált rendszert kívánok felépíteni, amiben az utánpótlás versenyzőket fel tudjuk menedzselni egy olyan szintre, hogy olimpián érmesek tudjanak lenni. Úgy gondolom, még nagyon fontos a katonaságot megemlíteni, itt is megjelent a katonaság, és úgy gondolom, hogy a velük való hosszú távú együttműködés gyümölcsöző lehet mindkét aktor számára. Végre egy olyan országos bajnokság, ahová most nektek nem kellett sokat utazni, csak a Continental Arenáig kellett eljönnötök. Mekkora csapattal érkeztetek, és milyen eredményekkel zártatok? 3 versenyzőt indítottunk, abból 2 már volt magyar bajnok, a Petrimán Patricia, 2-szeres magyar bajnok, Kis Sándor, 1-szeres magyar bajnok, illetve egy kezdősrácot, aki 5. pontszerző, 5. lett most, jól szerepelt. A Pati megnyerte a torna legjobb junior női ökölvívója címet, megszerezte, így a 3. magyar bajnoki címét is sikerült begyűjtenie. A Kis Sanyika pedig a döntőbe már úgy nézett ki, hogy elfáradt, 2 nyert meccs után érkezett, így ezüstéremmel zártam a magyar bajnokságot. És Cseszlár Attilát még egyszer ki kell emeljen, első-második mérkőzését is itt vívta, és az első számú kiemeltől kapott ki 3-2-es pontozással, így pontszerző 5. helyen végzett. A Bunyóban az ősz a bajnokságok időszaka, mire készültek még ebben az évben? Jövő héten elutazunk egy Eger kupára, 2 napos verseny, 2 hét múlva az U12 Serdülő OB, november közepén a Kovács Ricsivel Spanyolországba utazunk a bokszám nemzetközi tornára, Ricsi elkezdi a felkészülését az olimpiára, és december elején pedig a felnőtt OB. Mekkora megnyugvás az, hogy már megvan az olimpiai részvételre jogosító kvóta, hogy építitek fel a felkészülését? Az összességében igen, mi előnyben vagyunk a többi magyarra, mert már megszerezte Ricsi a kvótát, nyugodtabban tudunk készülni, ha adottak lesznek a feltételek, tehát azért ezt hozzá kell tegyem, hogy sok oldalú, sok mindenből áll egy sportoló élete felkészülése. A többi magyarnak ugye még lesz egy kvalifikáció márciusban, illetve júniusban. Mi ahhoz képest tényleg csak az augusztusi, július végi augusztusi olimpiára koncentrálunk. Tehát, mint mondottam, novemberben elkezdjük a versenyeztetést, a versenyzést. Aztán január végén a Bocskai Emlékverseny, március elején lesz egy Európa-bajnokság, közben edzőtáborok, lesz a világkvalifikáció, ahova úgy tervezem, hogy kiutazunk a Ricsivel
én segítek a válogatottnak, ő tud kesztyűzni a kiesett versenyzőkkel, tehát az egy hasznos felkészülés, és ez úgy gondolom így fog menni az olimpiáig. Végéhez közeledik a 4 napos országos bajnokság, szervezőként, edzőként, csapatvezetőként voltál jelen, hogy élted meg ezt a 4 napot? Nagyon fáradt vagyok, nagyon fáradtak vagyunk, nagyon meg vagyok elégedve a szervezéssel, a gyerekeknek az eredményeivel. Lehetett volna egy kicsivel jobb is, ugyanis lecsúsztunk a junior csapatkupáról hajszál hiány. 1 aranyérem, 5 ezüstérem és 4 bronzéremmel zárjuk ezt a versenyt. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó eredmény. Nagyon sokat dolgoztak a srácok, nagyon jól teljesítettek. Nyilván a hazai pálya előnyének is köszönhetően óriási szurkoló táborunk volt, úgyhogy nagyon büszkeséggel tölt el ez engem, úgyhogy nagyon köszönöm a nézőknek, a támogatóknak, úgyhogy hajrá! Mindenki megérdemli, hogy megemlítsük a nevét, de a bajnokat azt mindenképpen említsük, mert milyen súlycsoportban kigyőzött. A bajnokunk megvédte a címét szuper nehéz súlyba, Bodnár Csaba, aki megkapta a külön díjat is, mint legjobb versenyző a junior korosztályba, úgyhogy címvédő bajnokként érhet haza ismételten. Összességében hány klub, hány versenyzője vett részt a versenyen? 71 klub és 351 versenyző. És a csapatbajnokságban, ahogy az imént említettem, sajnos második helyen végeztünk. Mire készültök még ebben az évben? Jövő héten megyünk egy nemzetközi tornára Egerbe, utána pedig az U12-es és a serdülő korosztálynak szintén a magyar bajnoksága október 19-től 22-ig szintén Eger. Nagyon jókat mondtak a szervezésről, a helyszínről, a rendezésről. Elképzelhető, hogy jövőre megint itt találkoznak a ifi és junior bunyósok? Igen. Igen, igen, természetesen. Magyar tagja is van az osztrák kosárlabda bajnokságban szereplő New Zealand Breakers szakmai stábjának, a nyíregyházi Jakab Máté 2 év németországi munka után szerződött Új-Zélandra. A kosárlabda világa az egy kis társadalom, kis közösség, így ezen belül a kosárlabda társadalmon belül gyorsan terjednek az információk. Általában ezeket a munkákat különböző ügynökségek vagy ügynökök szokták az edzők számára hozni, vagy az edzőket értesíteni. Velem kapcsolatban ez most nem így történt. Az egyik NBA csapatnál dolgozó nemzetközi játékos megfigyelő volt, aki értesített erről a lehetőségről, és ő volt az, aki erre a pozícióra engem ajánlott. Onnantól kezdve pedig igazából egy elbeszélgetés keretében sikerült mi nagyon gyorsan egy lapra kerülni a vezetőedzővel, aztán augusztus 6-án, 7-én már itt találtam magamat Oaklandben. Dolgoztál Magyarországon több csapatnál, a német Bambernél 2 szezonon keresztül voltál szakmai stáb tagja, ez viszont új földrész, új kultúra, új kosárlabda kultúra, mennyi idő kellett ahhoz, hogy belerázódja a munkába? Abszolút, teljesen a világ másik fele. Igazából sok időm nem volt az átállásra, sok időm nem volt azon keseregni, hogy esetleg az időeltolódás miatt rövidebbek a napjaim, vagy fáradtabb vagyok, mert ahogy megérkeztem rögtön, azt gondolom, hogy bedobtak a mélyvízbe. A hivatalos első csapat edzés előtt volt néhány egyéni edzés, amelyeket már én vezényeltem, úgyhogy érkezésem után rögtön hosszú munkaórák következtek, úgyhogy nagyon sok időm nem volt töprengeni azon, hogy fáradt vagyok, vagy éppen az időeltolódás miatt szenvedek. Speciális a helyzet, hiszen 9 ausztrál csapat mellett vagytok a ligában, a távolságok eleve nem kicsik, mennyire nehezíti meg ez a csapat dolgát? Minden egyes ugye idegenbeli mérkőzésre, repülőre kell szállnunk. Nyilván szerencsés szituációban vagyunk, hogy itt Oaklandben van repülőtér, tehát gyakorlatilag az összes járat direkt járat. A felkészülési szezon, felkészülési időszak során már megtapasztaltuk ezeket az utazási rutinokat. Ugye gyakorlatilag Sydney, mind Melbourne egy ilyen 3 órás távolságra van tőlünk. Úgyhogy ebben is más lesz ez a bajnokság, hiszen az előző 2 szezonban Németországban majdnem mindenhova ugye busszal utaztunk. Itt most ugye felváltja a repülős közlekedés. Tavalyi szezonban döntőt játszott a csapat, most milyen céllal vágtatok neki a bajnokságnak?
mert a tavalyi szezonban 3-2-es összesítésben alul maradtak a Sydney Kings csapata ellen. Egy elképesztően kiélezett sorozat volt, ahol az utolsó ötödik meccs döntött a döntő kimeneteléről. Egyértelmű célunk, hogy ezt a szereplést minimum megismételjük, de azt gondolom, hogy sikerült a csapatot a tavalyhoz képest még jobban megerősíteni. Abszolút minőségi játékosokat sikerült igazolnunk a nyáron. Így azt gondolom, hogy reális cél lehet az, hogy a döntőbe kerüljünk. Sikerült nagyjából feltérképeznem már a mezőnyt, hiszen volt egy remek felkészülési tornánk, ahol mind a 10 csapat jelen volt. Így láttam gyakorlatilag a bajnokságnak a krémjét. Nagyon-nagyon kiegyenlített szezon lesz, úgyhogy bármennyire is nagyok a céljaink, nagyon-nagyon nehéz lesz elérni. Győzelemmel kezdtétek a bajnokságot, első meccsen győzni az mindig jó, megadhatja a kellő lökést. Abszolút. Nagyon-nagyon vártuk már, hogy elkezdődjön a bajnokság, hiszen egy hosszú előszezonon vagyunk túl, rengeteg hosszú, fárasztó edzéssel, úgyhogy azt gondolom mindenki már tűkönült, hogy várja a szezon kezdetet. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú mérkőzést játszottunk. Az első fél időig kiegyenlített mérkőzés is volt, aztán a harmadik negyedben sikerült ellépnünk az ellenféltől, és egy ilyen magabiztos 11 pontos győzelmet arattunk. Viszont a lebonyolításnak a kuriózuma, hogy itt minden csapattal háromszor találkozunk a szezon során, így csütörtökön már jön a következő kihívás, jön a következő ellenfél, szintén hazai pályán a Brisbane Bullets csapatát látjuk vendégül, akik szintúgy győzelemmel kezdték a szezont, úgyhogy az elsőnél is nagyobb kihívás elé nézünk, azt gondolom. És ha minden igaz, utána lesz egy kis szünet, és lesz egy amerikai túra. Pontosan, a csütörtöki mérkőzés után, egy szünnap után a csapat repülőre száll, és több járattal, de eljutunk Portlandig, ahol mi leszünk a Portland Trail Blazers, NBA csapatnak az első hivatalos előszezon ellenfele. Azt gondolom, ez óriási megtiszteltetés, hogy egy NBA csapat velünk kezdi meg a hivatalos előszezon sorozatát, úgyhogy nem csak az amerikai játékosok, hanem mondhatom, hogy mindenki nagyon izgatott az amerikai kiruccanás miatt. A Portland Trail Blazers mellett megmérkőzünk még a Utah Jazz gárdájával is, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen 10-12 napon belül két mérkőzésünk lesz az Egyesült Államokban. Futás, ugrás, dobás, képességfejlesztő gyakorlatok. Ezekben próbálhatták ki magukat 10-12 éves gyerekek egy héten keresztül a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A Sportérfélet Államtitkárság és a Nemzeti Sportügynökség idén és a hónapban indította el a Sportoló Nemzet programját, aminek egy része a csatlakozásunk a Nemzetközi Sporthéthez. Nyilvánvaló, hogy sok programmal szeretnünk volna megszólítani általános iskolásokat, de természetesen a Mozdulj Nyíregyháza program is már ennek egy része, nem beszélve arról, hogy megszólítottunk 5 általános iskolást, akiknek a 4.-5. tanulói eljöttek ide az atlétikai centrumba, és az atlétika rejtelmeivel ismerkednek meg, amellett, hogy megszemlélték ezt a gyönyörű infrastruktúrát, és találkozhatnak azokkal a versenyzőkkel, akik az elmúlt időszakban Magyarországot képviselték nyíregyháziként az atlétika VB-n. Nem túl idős még ez a létesítmény, gyakorlatilag 2 éves. Mennyire került már be a köztudatban Nyíregyházán és a környékén, hogy van egy ilyen létesítmény? Én azt gondolom, hogy azokat a szabadidős programokat, amiket itt rendeztünk, gondolok itt egy nyuszi futásra, egy mikulás futásra, egy sport nyugdíjasoknak, szépkorúaknak sporttalálkozójára. Én azt gondolom, egyre több ember látogatta már meg ezt a gyönyörű létesítményt, és azt szeretnénk, hogy Nyíregyháza minden lakosa kilátogatna ide, és egy kicsit érintkezzen ezzel a infrastruktúrával, és ezzel együtt a sporttal is. 5 napon
napon keresztül ismerkednek itt az atlétikai centrumban 10-12 éves gyerekek a sportággal. Milyen feladatokat kell végezniük? Egyik csapat csinálja a képességfejlesztést különböző taktikai gyakorlatokkal, a másik helyen mérik a sebességüket, a harmadikon távolt ugranak, a negyediken pedig magasugrás folyik. Mennyire vevők a gyerekek, mennyire érdekli őket ez a délelőtti program? Nagyon tetszik nekik, az előző nap is teljesen kifáradva mentek haza, a mai nap is próbálják a csúcsaikat döntögetni, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik mindegyik gyereknek. 10-12 éves gyerekek, mint említettem, viszont vannak fiúk, lányok, vannak alacsonyabbak, magasabbak, véknyabbak, kevésbé véknyabbak. Ki lehet már ilyenkor szűrni az, hogy egy átlagosnál jobb mozgáskoordinációval vagy gyorsasággal rendelkezik egy gyerek? Igen, ki lehet szűrni, bár ebben a korosztályban még ugye nagyon sokat fejlődnek, úgyhogy igazából minden mozgást csinálniuk kellene, és ennek kapcsán fog fejlődni tovább a koordinációjuk, meg minden képességük. Mennyire népszerű egyébként a gyerekek körében Nyíregyházán az atlétika, vagy nem is a gyerekeket kérdezem, hiszen általában a szülők viszik el egyes sportág edzésére a gyerekeket. Az atlétika világbajnokság után egyre népszerűbbek lettünk, rengeteg új gyerek jön hozzánk is. Ugye kezdettől fogva 6 éves kortól már járhatnak hozzánk a gyerekek kölyök atlétikára, és onnantól kezdve tudnak majd későbbiekben szakosodni. A mai napon a Móra diákjai vannak itt az atlétikai centrumban. Mennyi idő gyerekekkel és mennyien érkeztetek? 55 fővel érkeztünk, 11-12 évesek, 4. és 5. osztályt hoztunk el. Mi a tapasztalat az eddigiek alapján, mennyire tetszenek ezek a feladatok a gyerekeknek, és mennyire könnyűek vagy nehezek számukra? Nagyon-nagyon tetszenek nekik, azt mondták, hogy inkább ide szeretnének járni, mint iskolába. És nagyon ügyesek, úgy látom, hogy maga a helyszín is azért nagyon sok mindent kivált a gyerekekből. Úgyhogy szívesen jöttek nagyon. Azt, aki ismeri a Mórát, ugye egy sportos iskola, az atlétika mennyire van jelen az intézmény életében? Az atlétika évek óta jelen van az intézményünkben, bár most nem olyan sok tanulónk atletizál, bár ebbe a két osztályban most itt van vagy 6 vagy 7 fő, aki ide jár az atlétika sportcentrumba. Mennyire könnyű vagy nehéz rávenni egyébként a gyerekeket a mozgásra, hiszen tudjuk, hogy millió olyan dolog van most már, amit adott esetben akár szívesebben csinálnak. Hát ebben a korosztályban még könnyű. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a korosztályt még nagyon jól meg lehet mozgatni. Később ilyenben azért már a telefon és társai azért elviszik a fókuszt erről, de egyébként nagyon ügyesek. Tehát ez a korosztály, amit még sportolásra lehet bírni. Te vagy az egyik olyan sportoló, akivel találkozhatnak itt a gyerekek az atlétikai centrumban az Európai Sporthét kapcsán. Milyenek az eddigi tapasztalatok, hogy viszonyulnak hozzá ezek a fiatalok? Mindenki próbálja meg ugye a saját versenyszámát bemutatni. Mi nekünk itt szerencsénk van, itt bent tudunk egy hálóba bemutatni a mi versenyünket. Minden nap más iskola jön, más iskolából hozzák ki a gyerekeket. Reméljük nagy élmény marad ez nekik. Figyeled, hogy ki ügyesebb, ki kevésbé ügyesebb? Még ugye itt annyira kicsik, hogy ilyen 5.-6. Itt még ugye azért nem nagyon látszik, de ugye a futásba, ugrásba ott már kijönnek, ugye itt mérik azt, hogy milyen gyorsan futnak, mekkorát ugranak, minden, úgyhogy reméljük, hogy utána atléták lesznek belőlük. Ha minden igaz, ezt most a szabadidődben csinálod, hiszen a világbajnokság után kaptál egy pihenőt, hogy telnek amúgy ezek a napok? Igen, hát ugye nekünk már vége a szezonnak, nincs több verseny. Most egy hónap pihenő van, ilyenkor ugye én 3-4-szer jövök ki edzeni, hogy azért mégis ne kezdjük a nulláról november 1-én, és akkor ugye utána lesz a kezdés. Jövőre Párizsban olimpiát rendeznek, hogy látod, milyen út vezethet Párizsba? Mindenféleképpen el kell kezdeni hamarabb versenyezni, úgyhogy szerintem télen márciusban már elkezdek a téli Európa kupán, előtte még ugye azért Rómában van egy Európa-bajnokság is, de hogyha sikerülne olimpiai szintet, vagy biztos olimpia helyet, akkor lehet, hogy arra készülnénk. Vereséget szenvedett az amatőr NBA nyitófordulójában a nyíregyházi kosársuli Farkasinski Gyuláni együttes az Ajkát fogadta, és a vendégek 69-54-es győzelemmel távoztak a Szent Imre csarnokából. Egész héten mindenféle problémákkal küzdöttünk, sorban családi okok, sérülések, munkahely, betegség, minden volt, még ma reggel is.
és hát úgy jöttünk le, hogy muszáj lejátszani valahogy a mérkőzés, de azt hiszem észre, hogy életem során ez már így a harmadik, negyedik ilyen mérkőzés, ahova ilyen 6-7 emberre lehet lemenni, és valahogy olyan plusz töltetet kap a csapat, hogy szinte mindegyik meccsről így győztesen jöttünk le. Alapvetően álmomban se gondoltam volna, tehát hogy tényleg le a kalappal a jelenlévő 6 játékosa, főleg úgy, hogy az egyik még tegnap hőemelkedéssel küzdött, de azt gondolom, hogy taktikailag, emberileg mindenhogy ma jelesre végeztek. A Nyíregyháza végig üldözte az Ajkát. Volt olyan időszak, azon végén 3 pontra fel is jöttek, nem tartottál oda, hogy elfáradtok a végére? Hogy ne tartottam volna, már az első fél időben tartottam ettől, mivel összesen mi 4 hete edzünk, és mint egy amatőr csapat, nem tud mindenki minden egyes vagy edzésen, meg edzőmeccsen ott lenni. Tehát tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyen fizikálisan jól bírjuk a mérkőzést, de azt gondolom, hogy ma inkább fejben voltunk erősebbek az ellenfélnél, nem is feltétlenül fizikálisan, hanem abszolút jól ki tudtuk küszöbölni az ellenfélnek az erős játékosait, meg a magassági fölényét. Megint változott egy picit az amatőr NB1 lebonyolítása, lesz egy alapszakasz, aztán egy kuparendszerű rájátszás. Mi a csapat célja? A célunk az, hogy minél előrébb jutni, és akár szerintem ezzel a kerettel meglepetést okozhatunk még a felsőházban is. Egy bajnokság első meccse mindig lutri egy picit, most 6 játékos érkezett az ellenfél, és nem kezdtétek jól a meccset, a vége sem sikerült jól. Mi kellett volna ahhoz, hogy ti örüljetek a végén? Azt tudtuk, hogy ez egy teljesen átalakult csapat. Keveset tudnak együtt edzeni, mert azért vannak vidékről érkező játékosaink is, de ez nem mentesít bennünket az alól, ami itt ezen a pályán történt. Tehát azokat a dolgokat, amiket az előző évben meg tudtunk valósítani, legyen az higgadtság, legyen az küzdeni akarás, küzdeni tudás. Abban mi ezen a mai mérkőzésen igazából nem sok mindent láttunk. Tehát itt én úgy gondolom, hogy itt 3,5 ember az, akire azt mondhatjuk, hogy ő valamilyen szinten itt kosárlabdázott. Az összes többiek azok ugye voltak, próbálkoztak felnőni ez a feladathoz, ami nem sikerült. Ugye azt is azért tudni kell, hogy itt az ellenfél csapata, ugye az egy halom rutinos játékosban álló csapat, akik ugye, ha nem is, vagy nincsenek is sokan, azért rutinból nagyon sok mindent meg tudnak oldani. A másik az, hogy ez a 2-3 zóna, az ugye egy az egybe megölt bennünket, tehát amit az ellen játszani kellett, azt pontosan nem tudtuk megoldani. Tehát minden szinten, amit el lehetett rontani ezzel a mérkőzésen, azt mindent elrontottunk, tehát nem voltunk előképpen higgadtak, nem voltunk ott fejben, sőt, ráadásul még azt mondom, még a lábban sem voltunk ott, és ez nagy hiba, ezen el kell gondolkodnunk, és egészen más stílusú edzésekkel kell megpróbálnunk ezeket a hibákat kijavítani. Amikor egy játékos látja, hogy az ellenfél csak egy játékos ül a cserepadon, milyen hatással van rá? Szerintem minden szempontból mindenkire rossz hatással van. Tehát ugye eleve a játékosok is már azt látták, hogy hatalmon vannak, eleve már maga a koncentrációjuk, tehát úgy voltak vele, hogy jó, oké, rendben, csak hatan vannak, úgyis el fognak fáradni, úgyse lesz gond meg probléma, és innentől kezdve szerintem ugye ez a második félidőre azért ez, én úgy gondolom, hogy a maga a fújás terén is érződött, hogy már ugye megvolt a 3-4 csapat, tehát a játékosnak a fautó, de kezdve azért kevésbé fújtuk rá, nehogy véletlenül kipontan, tehát soha nem jó olyan csapat ellen játszani, ahol kevesebb fővel jelennek meg. Következik egy Debrecen elleni mérkőzés, ott milyen messze számítasz? Megmondom őszintén, hogy ezzel a felállással ott komoly problémáink lehetnek. Tehát itt vagy elkezdünk mi is keményedni, és elkezdünk fölvenni ezt a ritmus és ezt a stílus, ami ezen a pályán van, vagy ha nem, akkor szintén hasonló eredményre lehet számítani, mint a mai mérkőzés volt. Hát van egy hetünk arra, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk, meglátjuk, hogy mit tudunk megoldani ezzel a rövid idő alatt, de mindenféleképpen azzal leszünk, hogy valamilyen szinten előrébb lépünk, minden szinten legyen az támadás, vagy legyen az védekezés. Ennyi fért a mai sportszeretben. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.